elkezdtünk azon gondolkodni, hogy mi lehetne az a valami, ami ránk jellemző, egyedi, és egy ideális ajándéktárgy, és így jutottunk oda, hogy akkor csináljunk egy tea keveréket, és rögtön akkor már csináltunk kettőt is. A koncepció hátterében az áll, hogy az egyetem is a hallgatói életet szerettük volna megragadni, nekik igazából két szakasza van, a nyugisabb időszak, meg a stresszesebb időszak, a vizsgaidőszak, és mind a kettőre szükség van. Ezért neveztük el az egyiket relaxnak, a másik memóriára. Szerintem ez az egyetemi életnek a hullámzását tükrözi. A kari stratégiában most nagyon hangsúlyos az együttműködés egyetemen belül, illetve a piaci szereplőkkel, és gyakorlatilag ez a ajándéktárgy, ez a tea ezt testesíti meg. Együtt dolgoztunk a Mecsek Drog Kft-vel, a Mecsek Teával, illetve együtt dolgoztunk a korunk farmakognózia intézetével és az orvostudományi karnak a marketing osztályával, ott a grafikusokkal, és gyakorlatilag alkottunk egy olyat, ami még nem volt egyedi, csak itt van, és ezt partnereinknek, hallgatóink, oktatóinknak, velünk együttműködőknek szánjuk ajándékba, hogy emlékezzenek ránk, illetve hogy javítsák a memóriájukat, illetve ha szükség van, akkor egy kicsit relaxolhassanak. A gyógyszeristudományi karon létezik egy farmakognóziai intézet, azaz ezt lefordítjuk, gyógynövényismereti intézetnek hívjuk magunkat. Ez azt jelenti, hogy mi a biotechnológus és a gyógyszerész hallgatóinknak tanítjuk meg, hogy melyek azok a gyógynövények, amelyeket betegségek megelőzésére, gyógyítására lehet használni. Kapnak tőlünk fitoterápiai ismereteket, ez az ő hivatásukhoz egy nagyon fontos tudás. És mivel 2003 óta létezik az intézetünk, nagy tapasztalattal rendelkezünk a gyógynövények területén, és ezért jött dékán úrtól a felkérés, hogy alkossuk meg a tea keverékek összetételét. A Relax tejába természetesen olyan gyógynövények kerültek bele, amelyek főleg ma már elismerten nyugtató hatással rendelkeznek, szorongásoldó hatásuk van. Ebben ugye a levendula, illetve az orvosi citromfű volt a fő összetevők, de a galagonya virágos hajtásvéget is megnevezhetném, ami egy kicsit az ideges eredetű szívpanaszok esetén is hatékony lehet, és ezt kiegészítettük egy kis kamillával, ami az egyik legrégebbi gyógynövényünk. A memória javító teakeverékben pedig a fő hatóanyagunk a rozmaring lett. Erről nagyon sok cikk jelent meg az utóbbi időben is, hogy a rozmaringnak, illetve a belőle kivont illóolajának is van egy memória javító hatás, ami keresik a hatás mechanizmusát, de nagyon ígéretesnek bizonyul, és természetesen, hogy egy kis gyömbérrel fűszereztük meg, tehát próbáltuk úgy összeállítani, hogy az ízvilág is megfelelő legyen. A tejára azért esett a választás, mert egy nagyon népszerű, könnyen elkészíthető gyógyszerformáról van szó, és ezt szívesen alkalmazzák a hétköznapokban az emberek. Egy pécsváradi székhelyű családi vállalkozás vagyunk. 1986 óta foglalkozunk teagyártással, az ország harmadik legnagyobb teaüzeme vagyunk mi. 2022 tavasz óta van egy megállapodás az egyetem és a cégünk között, egy stratégiai megállapodás. Itt lett hivatalos, de 1986 óta együtt dolgozunk az egyetemmel. Dr. Szabó László professzor fejlesztette ki az összes gyógynövényteánkat, és hát így kapcsolódtunk az egyetemhez, és hát kaptunk egy feltérést a dékán úrtól, hogy szeretnének kariteánkat, segítsünk ebben, és hát így csatlakoztunk ehhez mi. Nekem a kedvencem az a memória tea lett, nagyon karakteres tea lett, nagyon szeretem.